A megyei selejtezőket követően a hétvégén már a Magyar Kupa országos főtáblájának első körében lépnek pályára a hazai futballcsapatok. A 128-as táblán már ott vannak az NB-s együttesek is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét hadcsapat képviseli, a sorsolásnak köszönhetően a Nyírbátor és a Nyíregyháza Spartakusz egymással mérkőzik meg. A szombaton 12 órakor kezdődő találkozón a jó formában lévő NB3-as hazaiak játékosai számára nem lesz ismeretlen az ellenfél, mivel közülük szinte mindenki megfordult korábban a Spariban. Mindenki be akarja bizonyítani azt, hogy helye lenne akár itt is, vagy akár magasabb osztályba, vagy be akarja bizonyítani azt, hogy a bajnokságban elért viszonylag jó szereplésünk nem a véletlen műve. Az edzőtől kezdve talán két játékoson kívül mindenki játszott itt, vagy utánpótlás, vagy felnőtt szinten. Ugyanakkor tehát nem sértődöttek azért, hogy most Nyírbátorban vannak, csak meg akarják mutatni azt, hogy talán ők nekik is lenne helyük magasabb osztályban is. Nekünk fiatal csapatunk van, 2-3 rutinos emberrel, egyértelmű, hogy az a cél, hogy fejlődjenek. Nekünk nem biztos, hogy vannak olyan lehetőségeink, hogy magasabb osztályba szerepeljünk egyenlőre, de annak mindig örülünk, hogy egy-egy játékosunk magasabb osztályba tud szerződni. A Nyíregyháza Spartakusz a bajnokságban eddig 8 meccsen mindössze egy győzelmet szerzett, így Bozsik József együttese a kupában szeretne javítani. Minimális elvárásom a továbbjutás. Bármilyen formában jelen pillanatban abban a helyzetben vagyunk, hogy gyakorlatilag csak a győzelmek számítanak és semmi más. A vasárnap Szolnokon pályára lépő Kisvár a legutóbbi két mérkőzését megnyerte az élvonalban. Dajka László a kupa meccsen azoknak kíván lehetőséget adni, akik még nem bizonyíthattak a bajnokságban. Akik kevesebbet játszottak, azoknak szeretnék lehetőséget adni, már csak azért is, hogy mutassák meg, ők is bizonyítsanak, hogy mindenki szeretne játszani. Van egy csapat, aki elkapta a fonalat, jelen pillanatban nagyon jó, ahogy működik a gépezet, úgyhogy teljesen fölösleges lenne a bajnokikon váltanom, de ez egy olyan mérkőzés, ahol a többiek is lehetőséget tudnak kapni. A vasárnapi meccseken az NB3-as Sényű Tordason vendég szerepel, a megyei első osztályú Balkágy az Andrássidát fogadja, a szintén megye 1-es Ibrány pedig Kalocsára látogat.